Ostorcsattogtatás, népi dallamok, ritmusok, ezek töltötték meg délelőtt a belvárost, a hagyományokhoz hűen idén is a Népművészeti Fesztivál zárta le a Székesfehérvári királynapok rendezvénysorozatot. Idén is Dunán innen, Dunán túl mottóval költözött az élő népművészet a belvárosba a Székesfehérvári királynapok keretein belül. A Népművészeti Fesztiválon a különböző tájegységek hagyományait, szokásait, viseletét és táncát ismerhették meg. A Badacsony Tördemici Tördemic néptánc együttes a Bakonyi Balaton felvidéki szokásokat hozta el Fehérvárra. Céljuk, hogy minél többen megismerjék a népi hagyományokat, a népi kultúrát. A Bakony-Balaton felvidék szokásait hoztuk el ide Fehérvárra, főleg inkább a bakonyi részről. Lesznek itt párosítójátékok, eszközös népi játékok, pásztorjátékok, de hagyományos táncok, régi táncok, ilyet új stílusú polgári táncokat is hoztunk. Zöldágazni is fogunk az itt végig az utcán, végig sétálva és gyereket összeboronálva próbáljuk a tavaszt meghozni újra itt a nyár végén. Tördemic néptánc együttes állandó hagyományozó programmal rendelkezik, ezért viszonylagosan kevesebbet kell, de hát nyilván a repertoár folyamatosan frissül, amint gyakorlatilag állandó felkészülés és újra próbákon való újra dolgozás történik. Azt lehet mondani, erre a mai napra egy ilyen honlapot biztosan készültünk, bár a közelmúltban voltak a Művészek Völgyében is hagyományozó programjaink, ahol részben az anyag kiállításra került, érdekes szokásokat megmutattuk. Ostorcsapásokat is hallhatunk, láthatunk. Ennek milyen hagyománya van, egy kicsit a régebbi időkre visszanyúlunk? Igen, hát a pásztorok azok karácsonykor nem csak az Alföldön csergettek, hanem nálunk is mentek, és nagyon szépen köszöntővel beköszöntettek a házakhoz, a gazdák megajándékozták őket, és mentek házról háza kanásza, juhásszal, tehenessel együtt, ilyenkor nem volt köztük semmiféle harag, hogy ilyen köszöntötték a gazdákat, és jó hangulatot keltettek ezek a ostorcsatogtatásokkal, és még pásztor embert is hoztunk, kettőt is ide Fehérvárra, hogy ténylegesen még juhász emberek. Hogyan lehet megtanulni ostort csapni, mert azért én azt hiszem, hogy könnyűnek látjuk, de mégsem annyira egyszerű, mint ahogy azt gondoljuk. Ez így van. Bátorság kell, meg szokták mondani, hogy pászok, ember kell hozzá. Tehát markos ember kell hozzá, a felnőttek már nagyobb ostorokkal dolgoznak. Ezt el kell kezdeni egyszerű csapásokkal, egyszer-kétszer az embernek a füle hegyét megcsípi, de azt gondolom, hogy a fiú, férfi ember lesz, és felnő és erősödik. Sok gyakorlással. Hol szoktatok még fellépni, vagy terveztek-e még az idén fellépéseket? Hogyne, hogyne. Hát a kisebb környékbeli Baracsony-Tördemic környékén, a települési rendezvények mellett, az együttes nemrég lépett fel a Hagyományok Házában is, Budapesten, a Művészek Völgyében egy teljes napos rendezvényt csináltunk, tehát elég komoly helyeken is megfordulunk, hála Istennek, és hát most voltunk Lengyelországban, jövőre úgy néz ki Észtországban is el fogunk látogatni, és nyilván mindenki Karcagra, Karcagi Fesztiválra, úgyhogy távolabb is hívják az együttest egyre több helyre, a csoport 10 éves, de mégis azt lehet mondani, elég komoly helyeken most már megfordul. Mondhatjuk, hogy egyre népszerűbb a dunántúli hagyomány, vagy a dunántúli tánc itt a környező országokban? Igen, ezt szerintem ki lehet mondani, és mi azt gondoljuk, hogy a hagyományőrzés, a helyi hagyományoknak az őrzésével lehet igazából szerintem mindenki a leghitelesebb és a legjobban toborozni a gyereket is a néprajzon keresztül. Véleményünk szerint a gyerekek megtapad ez a szokás szeretet. Mi is például a bakonyi pásztorokat is próbáljuk összefogni, évente két pásztor találkozót szervezünk, ahol most már 30-nál több pásztor összejön, közösen mulatnak, és most elkezdtek összejárni, visszaöltözni viseletbe. Tehát azt gondoljuk, hogy vissza kell nyúlni a közösségekhez, és a hagyományt komolyan kell venni. Ez most igazi bakonyi viselet, amit a lányokon és a fiúkon láthatunk? Igen, ezt például a Veszprém Múzeumnak a textil restaurátorai csinálták számunkra, tehát ott is megpróbáltuk a textilesekkel megcsinálni a régi viseletet. Elég erős színek, de az 1700-1800-as években bizony ilyen színeket használtak. Úgy képzeljük, hogy a flittereket fém rugókkal rögzítették egymással, nem tűvel, ez a régi es viseletnek a sajátossága volt, és ezeket próbáljuk rekonstruálni. A fiúkon is a régi helyi viseletek, kapolcsi viseletek vannak, a lányokon pedig van Borzavárról, Dudarról, illetve Kapolcs környékén is viselet. Most milyen énekeket hallhatunk itt közben a háttérben? Itt most éppen egy szentgáli csárdás ének volt, főleg pásztor ének, amit most énekelnek, régi burdon hangzással, tehát citerára, forujára és dudára fogunk mulatni. A vonós négyes band, amit mi ismerünk népzenének most, hogy a Magyarországon főleg azokat használják, ezek nem több mint 120-130 évesek muzsikák. Előtte a régi zene az bizony ilyen forujára, citerára és dudára ment, és mi azt gondoltuk, hogy mi ezt népszerűsítjük. Szeretünk mi is hegedűre és táncolni, de azért csak a szívünk közelebb áll a forujára.
oda és a citera. És akkor fontosnak tartjátok, mondhatjuk magát az élő zenét, tehát ti így mentek ezek szerint mindenhova. Hogyne. Most a Császár Dominik a zenekar frontembere, ő szervezi mindig a zenészeket, és tényleg arra törekszünk, hogy ezzel a hangzással, a régi nótákkal, a réges dallamokkal fűszerezzük meg a műsorunkat. Lehet, hogy a mai ember számára néha egy kicsikét olyan egyhangulnak tűnik, de én azt gondolom, hogy a szépséget minden meg kell találni, és nem csak ez a verseny rohanó világban kell tudni érvényesülni, hanem bizony, hogy vissza kell tudni lassulni. Amikor az emberek beszélgetnek egymással és leállnak énekelni, anélkül, hogy a kezük lábuk járna és hadonásznának. Ez egy szép kultúra, érdemes megőrizni. Fejérvár most a harmadik alkalommal. Tavalyi évben voltunk itt egy fesztiválon, ahol hála Istennek a fesztiválnak a nívódiát megkaptuk, megnyerték a gyerek a fesztivált. Úgyhogy bakonyi táncokkal, saját táncainkkal, ez is bizonyítja azt, hogy érdemes nyilván ezzel a tánccal foglalkozni. Szeretünk ide járni, mert itt valahogy sokkal nagyobb megbecsülése van a táncosnak. Mindig kapunk kísérőket, nagyon kedvesek, az emberek odafigyelnek, a járókerék megállnak, beszélgetnek. Szeretünk ilyen helyre, és törekszünk rá, hogy a Fejérváron nyilván minél többször el is jövessünk, mert hogy jó emberek lakják. Mi volt eddig a legkülönlegesebb tánc, amire mondjuk felkészültetek? Tánc szempontjából? Most azért mondom, hogy a sajátunk, mert ugye ez körülbelül 10 éve van színpadon ez a bakonyi tánc, és ezt most kezdünk igazán elmérni benne. Ezért mi számunkra, nyilván még egyszerűen a saját a legfontosabb, de itt a táncos is táncolnak, erdélyi táncokat is, Alföldről is, Felvidékről is, Délvidékről is. Azt gondolom, a táncos képezni kell. Minél jobb táncos valaki, annál jobban vezet a saját táncát is, és időnként kell frissíteni nem csak a lelket, hanem a testet is, hogy technikásabb táncosok legyenek, és nyilván sokkal szélesebb látószöggel rendelkezzenek. És akkor mondhatjuk, hogy erre nyitottak a táncosokat többféle különböző táncokra, nem csak a dunántúli táncokra. Nyilván, hogyne is kell is tanulják. Egy művészeti iskolával rendelkezik a táncértesünk, ahol aztán nyilván kötelező is ezek a táncokat őrizni, illetve tanulni, hiszen a nemzeti tantervnek is megvannak a maga követelmények, kritériumai, de azért mindig a bakonyi ott van a középpontban. És fiatalok, idősebbek egyaránt vannak a csapatban, talán most annyira sok idősebb nincsen, ők hol vannak, és tulajdonképpen egy kicsit meséljünk arról, hogy hát most kik érkeztek el ide, mennyire fiatalok, ki a legfiatalabb? Igen, itt most három csoportunkból van a táncosok tőle, hiszen 10 év alakult az együttes, most leszünk 10 évesek, de már most 100-nál több táncos táncol, illetve a gondozásunkban több mint 500 táncos. Két művészeti iskola toborzódik ebbe a táncjutásba. Most itt a Barkócás és a Kukonya csoport, akik pávások is voltak, és optimisták vagyunk, lemények lesznek is majd pávában, és a felnőtt csoportnak egy néhány táncos is eljött. Ők ugyan augusztus 20-a révén a családi programokat mi nem szoktuk annyira szigorúan venni, tehát aki tud és van kedve eljön, az eljön. Ezért aztán nyilván a felnőtteknél a családi kötelezettség azért szorítja a táncosokat. A Kukonyák csoportban legtöbben is a Barkócából. Mai napon. A táncegyüttes tagjait arról kérdeztük, mit jelent számukra a tánc, a népi hagyományok őrzése. 3 éve táncolunk én itt, de előtte már táncoltam általános iskolában ugyanúgy a Csabival. Elmeséled egy kicsit azt nekünk, hogy tulajdonképpen milyen volt eddig ez a 3 év? Én nagyon-nagyon szerettem, igazából egy nagyon összetartó közösség vagyunk, szerintem mondhatjuk mind a ketten, és igazából mindig egyben van a csapat, és mindig vidámak vagyunk, úgyhogy hamar elment ez a 3 év. Mi az, amit bemutattok majd itt nekünk székesfehérváriaknak, és tudom, hogy nem először jártok a városunkban. A Bakony és a Balaton felvidéknek a táncait fogjuk bemutatni egy félórás műsorban. Mit jelent neked a tánc, hogyha egy pár mondatban össze lehetne foglalni, hogy ez tulajdonképpen mit ad neked az életed? Igazából nagyon sok örömet és vidámságot, és nem tudom, nekem igazából az életem része. És nagyon szeretem. Talán egy kicsit több lány van a csapatban, mint fiú most, ebben a pillanatban, de te is erősíted a csapatot és színesíted a produkciókat. Mit jelent számodra a tánc, és hogy a csapatban táncolhat? A tánc nekem is öröm. Én nagyon szeretek táncolni. Az életem részéről vált, olyan 7 éve táncolok körülbelül. Az együttesben még csak 2 éve vagyok, de nagyon befogadóak, kedvesek, segítőkészek mindenki, és tényleg egy összetartó csapat vagyunk. Egy kicsit azért meséljünk a férfi lépésekről, hogy melyek ezek pontosan, mit láthatunk majd tőletek itt a lányok között? Hát a Bakonyban különösen férfi táncok, azok a botolós táncok, de itt most régi hagyományokat, dusolást, aratást fogunk bemutatni. Itt körtáncokat fognak látni,
A Bakonyban a férfi táncokra az a nagyon súlyos, erős lépések jellemzőek. De a tánccsoportok nem csak a tánc szeretetükkel kápráztatták el a fehérvári közönséget, népi viseletük is különleges látvány volt. Emellett a Népművészeti Fesztiválon a régi mesterségeket is bemutatták, és a pásztor életre jellemző hagyományokat is megismerhették a járókelők, valamint az aratási szokások is előtérbe kerültek. Augusztus 20-a van, és amúgy is rendhagyó ez az ünnep. Mi is az aratással kapcsolatos szokásainkat, hagyományainkat hoztuk. Lesz a színpadi műsorunk 13 óra 30-kor a rákosmenti arató hagyományokról szól. Ez nyilván meg fog nyilvánulni viseletben, dalban, táncban, egy 30 perces szerkesztett műsor az, amiben egészen a babonák, a népi ájtatosságok és a táncok, a zenék, az énekek, a termékenységvarázsló rítusoktól kezdve egészen konkrétan az aratási szokások és mozdulatok is megjelennek a színpadon. Előtte itt a sátorban, a workshopon kicsiknek, nagyoknak egyaránt készültünk. Hoztunk kézműves foglalkozást, csodálatos színezőink, speciális rákosmenti viselet és babákkal készült saját színezőink vannak, szalmából készítünk ékszereket, a férfiak a Gabona Tanoda műhelynek, a csinyed binyák hallják már éppen itt a hátam mögött, ezen kívül bemutatják a férfiak, hogy hogyan verték régen a kaszát, tehát mezőgazdasági munkákról is szó lesz, fel lehet próbálni a veresi viselet egy részét, miután meleg van, ugye a női fejfedőkkel készültünk, ennek a programnak a címe a Selfies Veresiben, gondolkodom, mi van még, azt hiszem, hogy nagyjából minden korosztály megkiszolgáltunk. Azért azt hiszem, hogy mindenki már ismeri azt a szót, hogy Veres Egyház, illetve ezt a helyet. Hát nagyon híresek már vagytok, legyen szó az énekkarotokról, asszonykórusról, a néptáncról. Mi lehet a titka Veres Egyházának? A polgármesterünket, Pásztor Bélát időzem, egy nagyon kedves mondata az, hogy a múlt helyhez köt, és a múlt hitet ad. Tehát, hogy mi azt valljuk a veresi hagyományőrző népi együttesben, hogy a hagyomány és a korszerűségnek mindig kézenfogva kell járnia. Tehát, hogy ez nem kell porolgatni ezt a kultúrát, a hagyományőrző népi együttesben úgy élik meg a családok a mindennapjaikat, hogy teljes modernitásban élnek a hétköznapokban, viszont ezeket a szokásokat, a hagyományokat, amiket régmúltból örököltünk, ezeket megpróbáljuk életben tartani. Tehát igazi disznótoraink vannak, az asszonyok megtanulták, hogyan kell újra elkészíteni a viseleteiket, élőek a táncházaink, és emellett persze színpadon is szoktunk működni. Járjátok az országot, illetve külföldön jártatok-e már? Igen, nagyon-nagyon kedves elfoglaltság az együttesnek, természetesen, mint mindenkinek, fesztiválokra járni nagyon szereti az együttes. Ezen kívül így van, nagyon büszkék vagyunk, mert a hazai hagyományőrző együttesek rangos élvonalába tartozik most már hosszú évek óta. Köszönhetően persze az előttem dolgozó művészeti vezetőknek is a munkájának ez a hírnév. Hányan vagytok itt most pontosan? Hát egy nagy busz, mindig így szoktam mondani, az maximum 55 fő, de itt vagyunk. Hányadik alkalom az, hogy Fehérvárt meglátogatjátok? Hát, a Veresi Népi Együttesen én szerintem először vagyunk Székesfehérváron. Eddig mi a benyomás egyébként magáról a városról? Hát, egy ilyen csodálatos molinóval vártak itt bennünket, amit rögtön dobtunk egy hátast itt a kézműves sátrunkban. Én nagyon szeretek idejönni, a tavaly a másik együttesemmel, az Urban Verbukkal léptünk itt fel, és mindig meglepnek a szervezők, hogy csodálatosan felkészültek, és mindig minden a helyén van, és a város is szereti a folklort, úgyhogy ez jó hely, jó, ide szeretünk jönni. Yeah.
A fesztiválon többek között a gencsapáti hagyományőrző néptánc együttes is bemutatkozott. 93-ban alakultunk mi újjá, és 25 éve töretlenül dolgozunk ismét együtt. Kisebb interregnumok voltak az együttes életében, egyébként azóta működik. Az együttes első, azért el kell mondani Gyulát, első nagy-nagy sikerét az 1948-ban a Gyöngyös Boklitának talán utolsó szárnyvetése volt a Gyulai Néptáncfesztivál, ami az első magyar néptáncfesztivál egyébként. Azt a gencsi együttes a paraszt együttesek között a második helyen végzett, Vince Feri bácsi, aki egy ilyen táncos mogulja a falunak, az pedig megnyerte a szólót. Innentől bevonult a magyar néptáncmozgalom történet, és generációkat tanított meg Gencsen táncolni. 93-ban mondtam, alakultunk meg újra a régiekkel, a 70-es, 80-es években táncolókkal, és azóta töretlenül működünk. Több csoportban, 120-an táncolunk Gencsen, hagyományőrző együttesben is több mint 25-en, 30-an. Én azt gondolom, hogy ez egy szép, gyönyörű dolog. Többszörösen kiválóan minősültünk, tagjai vagyunk a Muharai Szövetségnek, a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetségnek. És talán az is nagy dolog a mi életünkben, hogy az együttes szakmai munkáért elnyerte a Muharai, illetve a Csokonai díjat. Az együttes művészeti vezetői most a dr. Györke Eszter és Molnár Péter, velük dolgozunk már 5 éve, és próbáljuk meg a helyi hagyományokat, helyi szokásokat. Kicsit kalandozunk is más tájegységre, amennyire a mi társadásunk megengedi, de én azt gondolom, hogy nagyon remek csapat és egy nagyon remek alkotó műhely alakult ki Gencsapátiban. Milyen táncot képviselnek, és mi a különlegessége ennek az egyesületnek? Hát többszörös a történet, ugye a gyűjtés határozza meg mindig azt, hogy hol milyen táncanyagot találhatunk. Hál' Istennek Vasmegyében is gyűjtöttek, és ami a helyi, tehát amit helyben Molnár István gyűjtve 48-ban, az a Vince Feri bácsitól a kétbotos kanásztánc, a verbung és a söprütánc. Sajnos mulatsági csárdást nem forgattak akkor, de forgattak Nemeskoltán, forgattak Bükön, megforgatták az Oladi, a Büki ugróst, és még sorolhatnánk eszközös táncokat. Tehát söprű táncot Bozzaiból, 80-es évben forgattak polgári táncanyagot Sárváron, Sitkén. Én azt gondolom, hogy ebből kellett az elején táplálkozni, elindulni. Ugye a Nyöngyösból itt a mozgalom jellemzője volt az, hogy a tánc kultúrát úgy örökítette át, hogy a színpadit. A 90-es évek elején, amikor mi összejöttünk, akkor pedig a Feri bácsi halál után 94-ben Gerlesz Lacival gondoltuk azt, hogy ezt össze kell törni egy picit, mert hiszen a tánc motivum a lényeg, hogy ez hogy is volt egy táncrendben, hogy lehetett egy táncrendben annó. És ez így alakult ki. Egy kicsit úttörő is voltunk talán ennek. És hát az, hogy Oladi ugróst, meg hogy ugrós táncanyagot tudunk táncolni, nézni, filmen nézni, az egy picit a mi munkánknak is köszönhető. Az együttes az első 1%-os jövedelmét arra fordította, hogy az Oladi ugrós filmet FT363, arra az Őri Szentpéteri cigányanyagban az Oladi ugrós van rajta, próbáltuk meg mi a fordítós 8-asról duplex negatívra készítetni Szabó Antallal a filmarchívumban. Tehát az, hogy látható is, hogy ez a mozgalom számára újra táncolható anyag, picit talán nekünk is köszönhető. Tehát így kellett ezt felépíteni, azt gondolom ebben a 25 esztendőben. Az egyesületben milyen korosztály található, és hol láthatja a közönség önöket általában? Hát a korosztály, ezt mint mondottam, most együttesünkben van 15 éves is, meg van 67 éves is, tehát ez a, és közte mindenki, hála Istennek, és a derékhad is már a 30 fölötti generációhoz tartozik. Lálisnak vannak fiatalok is köztünk, tehát egy igazi több generációs együttes vagyunk. Hogy hol láthatnak bennünket? Hát nincsen szabad hétvége ennek a csapatnak sem, mindig ezt szoktuk mondani. Több irányú a történet. Most nyáron azért nagyon sokat nem vállaltunk, mert ugye minden nyáron menni kell az együtteseknek. El tudtunk menni Kapolcsra, most már huzamos ideje vagyunk a Muharai udvarban Kapolcson, egy-egy napon, egy vasinapot mutatunk be, és én azt gondolom, most is nagyon jó sikerült, mint minden esztendőben. Ez az egy nagy kihívás ismételten, de hát ez a mai nap is egy ilyen kihívás, hiszen a királyi napokra eljönni, én azt gondolom, nagyon szép kezdeményezés, hogy a hagyományőrzőket évről évre lehet itt látni, meg találkozni ismerősökkel, de nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen nagy fesztiválon a hagyományőrző mozgalom is be tud mutatkozni. Én azt gondolom, ez minden oldalról dicsérendő, nagy-nagy. De nemzetközi fellépések is vannak az együttes életében.
Na, különlegeséget mondok, tavaly Zakopanéba tudtunk elmenni, mert 2001-ben megnyertünk egy néptáncfesztivált ott kinn a Górán Fesztiválon, és újra visszahívták az együttest, és ez egy nagy ünnep volt számunkra pont tavaly augusztus 20-án, amikor 50 éves a fesztivál, és egy-egy győztes meghívva mi is közéjük kerültünk, hiszen ebből egy válogatás történt. Ez egy felemelő érzés volt. De hát Isztambultól, Németországig, Belgiumtól, Szlovéniáig mindent már körbe jártunk, mi idősebbek, ugye? És én azt gondolom, ez a fiataloknak is meg fog adatni. Aki az urat kezd, és a mi hat.
idei fesztiválon tehát a dunántúli hagyományokat hozták el a táncegyüttesek azért, hogy minél többen kedvet kapjanak ahhoz a különleges népi kultúrához, amely a gyökereinket idézi.